Önök a Közösen Televíziók Határok Nélkül című műsort látják a magyar-szlovák-román-ukrán határon átnyúló együttműködési program keretében. Jó estét kívánok, kedves nézőink! A műsor az Európai Unió támogatásával valósul meg. Ma az Engem is érint közös televíziós magazin negyedik részét látják a Magyar Zemplén Televízió, az Ukrán Tisza 1 TV és a Szlovák Első Kapcsolatfelvételi Központ non-profit szervezet együttműködésében. A szokásos 4 rovattal jelentkezünk. Az első a határon túl, melyben a 3 régió legfontosabb esemény összefoglalóját láthatják. Ezután következik az Eurórégió, mely rövid hírekből áll az együttműködő partnerek legfontosabb tudósításaiból. A 3. rovat a People the People, az emberek közötti együttműködést mutatja be, s végül a Barangolás című összeállítással zárjuk ma is a magazint. Ebben a legfontosabb kulturális, társadalmi, illetve természeti értékeket mutatjuk be. Kedves nézőink, kezdjük a műsort! A Határon túl című rovatunkban Szlovákiából 2 nagyszabású egészségügyi projektről láthatnak összefoglalót. Európai Uniós és szlovák kormányzati támogatásból megújul a Terebesi és a Rozsnyói Kórház. Ajánlom figyelmükbe szlovák kollégánk tudósítását. V Trebišovskej a Rožňavskej nemocnici bude pacientom pohodlnejšie. V priestoroch čakárni týchto nemocníc boli inštalované nové, komfortnejšie lavičky. Práve lavičky patria ku kritickým bodom a na pohľad odstrašujúco vyzerajúcim objektom slovenských nemocníc. Sú zničené a ich počet je navyše nepostačujúci. To bolo hlavným dôvodom, prečo sa regionálne nemocnice Svet zdravia pustili do generálnej výmeny lavičiek. Tá sľubuje priniesť adekvátny štandard, ako aj modernizáciu oddelení a ambulantných častí. Výmena lavičiek je súčasťou väčšieho projektu, ktorý nazývame Pekná nemocnica. V rámci tohto projektu sa snažíme v sieti Sveta zdravia meniť exteriér a interiér nemocníc tak, aby naši pacienti, ale aj návštevníci nemocníc mali lepší pocit, lepší dojem. Ten projekt je výnimočný najmä tým, že jeho súčasťou sú všetci zamestnanci Sveta zdravia, pretože sme oslovili našich kolegov v nemocniciach, poprosili sme ich, keby nám poslali podnety, čo podľa nich je dôležité, aby sa zmenilo. Prišli stovky podnetov, tie boli zhodnotené. Nemocnice v sieti spoločnosti Svet zdravia v Trebišove a Rožňave dostali ako prvé dodávku nových pohodlných lavičiek. Pacienti tak budú potrebný čas v zdravotníckom zariadení tráviť na viac než 380 ergonomických sedadlách. A celkovo do Rožňavskej nemocnice prišlo 214 lavičiek. Najväčší prínos vidím naozaj v tom, že to sedenie, ktoré tu bolo doteraz, boli tu lavičky, ktoré mali naozaj 10 a viac rokov. Zub času sa na nich teda veľmi, veľmi značne podpísal a touto výmenou naozaj dosiahneme to, aby tí pacienti, ktorí navštívia našu nemocnicu, vnímali tú veľkú zmenu, o ktorú sa všetci snažíme, a to je zlepšiť tie podmienky. V priebehu relatívne krátkej doby boli zároveň skrašlené a vylepšené ambulantné priestory Trebišovskej nemocnice. Vymenili sme podlahy, urobili sme madlá, vymenili sme sedačky v nemocnici, inštalovali sme nový navigačný systém pre pacientov, vymalovali sme. Celková investícia bola okolo 30 000 eur. Máme množstvo zámerov, ako ďalej vylepšovať, aby naozaj ten pacient cítil to hojivé prostredie, aby cítil bezpečnosť a mal dobrý pocit z prostredia, ktoré môže zlepšiť jeho liečbu. Projekt potreboval investíciu vo výške 160 000 eur, ktorú získal s výraznou finančnou podporou zdravotnej poisťovne Dôvera. My dlhodobo spolupracujeme na rôznych projektoch v nemocniciach, ktoré sa týkajú zlepšenia priestorov. No a táto myšlienka sa nám veľmi páčila a preto je celkom prirodzené, že zdravotná poisťovňa Dôvera ju podporila. Výmena sedacích častí v interiéri bude postupne realizovaná vo všetkých 12 nemocniciach siete. Celkovo v čakárniach pribudne takmer 1200 lavičiek s kapacitou 4100 miest. Vďaka projektu, ktorý revitalizuje nemocničné prostredie, pocítia pacienti v Trebišove a Rožňave vyšší komfort počas čakania na vyšetrenie. Z Trebišova Martina Kužmová. Egy bodrogközi település Cigánd városa vezető partnerségével nagyszabású Európai Uniós projekt valósul meg Cigándon és a szlovákiai Királyhelmecen.
Erre cigán önkormányzat nyújtotta be a pályázatot a magyar-szlovák határon átnyúló együttműködési program keretében. A program Múzeumok határok nélkül címet viseli, s mindkét városban nagyszabású múzeumi fejlesztések valósulnak meg. Cigándon felújítják a falu múzeumot, és több funkciós új bemutató tereket is építenek. Szlovákiában a Királyhelmeci Majláth Múzeumot újítják fel, új közösségi tereket, kiállító termeket építenek, s megújul a patinás múzeum környezete is. Az építkezések mellett szakmai találkozókra, konferenciákra is sor kerül. Ajánlom figyelmükbe a Zemplén Televízió riportfilmjét erről a programról. A szlovákiai Kassa megye önkormányzati művelődési intézménye a Bodrogközi és Ungvidéki Közművelődési Intézet. Évek óta élen járnak a szlovák-magyar határon átívelő kapcsolatok erősítésében. Számos közös ismeretterjesztő programot szerveznek minden évben a Királyhelmeci térségben ennek érdekében. A Bodrogközi és Ungvidéki Közművelődési Intézet Kassa megye kulturális intézménye 2006. január 1-jével lett létrehozva Kassa megye önkormányzatának köszönhetően, mint költségvetéses és többfunkciós kulturális intézmény, amely múzeumi, könyvtári és kulturális feladatokat lát el, mintegy 50 községben, Bodrogközben és Ungvidéken egyaránt. Nagyon fontos számunkra az együttműködés, hiszen ugye a mindkét határ oldalán egyforma a közös az érdekünk, közös az örökségünk, közös a kultúránk, és ezért úgy gondoltuk, hogy az együttes fejlesztés még hatékonyabbá teheti ezt a térségnek ezen térségnek a bemutatását. Legutóbb a Múzeumok párbeszéde címmel rendeztek projektnyitó konferenciát. Ez a projekt az Európai Unió Magyar-Szlovák Együttműködési Program keretében valósul meg, Cigánd és Királyhelmec együttműködésével. A konferencián bemutatták a közös pályázatot. A projekt célja az, hogy egy közös tematikus útnak az alapjait létrehozzuk a két úgymond idézőjelben a két múzeum dialógusával, párbeszédével, tehát a Cigándi Falu Múzeum, illetve a Királyhelmeci Majláth József térségi múzeumi tárlat együttműködésében. Nos, a projekt keretén belül hangsúlyt helyezünk az infrastruktúra fejlesztésre. Ez azt jelenti, hogy felújításra kerülnek mindkét helyszínen az épületek, sőt, Cigándon bővítésekre is sor kerül. Most visszatérve Királyhelmecre, illetve Királyhelmechez, a mi múzeumunkhoz, a mi fő tevékenységünk abban áll, hogy ugye a város, az önkormányzat felújítja a programon belül, a projekten belül az épületet, a belső infrastruktúra fejlesztést véghez visszük, illetve a mi intézményünk, a Bodrogközi és Ungvidéki Közművelődési Intézet a múzeumi tartalmakat interaktív, prezentációs eszközök segítségével új kiállításokat, bemutatási módokat hoz létre, illetve a tetőtér beépítésével múzeumandragógiai tereket létesítünk, tehát a felnőtt, illetve tehát az ifjúság képzésére, a művelésére alkalmas tereket hozunk létre. Ez a közös program nagyon fontos Bodrogköz fejlődése érdekében a határ mindkét oldalán, fogalmazott előadásában a projekt szlovákiai felelőse. Segíti a kulturális párbeszédet, az intézményi és önkormányzati együttműködést és az emberek közötti kapcsolatépítést. Abból indultunk ki, hogy a turizmusfejlesztés és a határon átnyúló koherencia fejlesztését vettük célba, illetve ebből a koncepcióból indultunk ki, tehát létrehozunk itt egy kerékpár lerakatot is, illetve raktárhelyiségeket hozunk létre, úgymond a múzeum látogatói számára, hogy megismerhessék a környék nevezetességeit, látványosságait, illetve a határon átnyúló értelemben, kontextusban a magyarországi bodrogközi településeken lévő értékekkel is megismerkedhessenek. A Múzeumok párbeszéde című projekt Cigánd vezető partnerségével valósul meg. E bodrogközi településen több beruházás is létrejön a pályázati céloknak megfelelően.
A falumúzeum köré egy bodrogközös kanzent fogunk felépíteni, az építési munkák már fizikailag elkezdődtek, szóval, hogyha arra járnak, akkor szívesen látom önöket és körbevezetem. Ott egy másik hasonló jellegű falumúzeum épületé elkészül, aminek az aljában lesz egy 300 négyzetméteres pince, ahol a bodrogköz életét mindenféle fény, hangulat és más effektekkel be fogjuk tudni mutatni. Egy panoptikum, így van, egy négyjelentes panoptikum, emellett egy 7,5 méteres fatornyot fogunk felépíteni, ahol felmehetnek majd a gyerekek, felnőttek. Régen innen nézték a tarlótüzeket az emberek. Emellett építünk egy halászkonyhót, egy kovácsműhelyt, egy táncpajtát, és gyönyörűen körbekeretjük térkővel, és a megfelelő megvilágítást már fölkapni a skanzenünk. A szlovák-magyar konferencián részt vett a Kassa megyei önkormányzat alelnöke is, aki rendkívül eredményesnek ítélte meg a Kassa-Zemplén régió szereplőinek együttműködését a 2007-2013-as időszakban a megvalósult közös Európai Uniós pályázatok tükrében. Nagyon sok operatív program érintett minket, iskolákat tudtunk építeni, különböző intézményeket tudtunk segíteni, sőt, határmenti együttműködést tudtunk. De úgy gondolom, hogy a szlovák-magyar határmenti együttműködés az egy külön, valahol érzelmileg is, valahol gyakorlati, valahol olyan együttműködéseket tudtunk megalakítani és végezni, ami egyszerűen rólunk szól, itt élő emberekről szól, arról, hogy a határ az ugye van, de a határon túl mi tudunk együttműködni. Nincsenek nyelvi gátjaink, nincsenek olyan gátjaink, amik valahogy külön választanának minket, hanem igenis igyekeztünk megkeresni azokat az együttműködési lehetőségeket, ami itt élő emberekről szól, és ebben nagyon sokat segített a szlovák-magyar határmenti együttműködés. Reméljük, hogy a jövőben is egyik legfontosabb operatív programja lesz az Európai Uniónak. Kassa megye és a szomszédos magyarországi megyékkel természetesen összefogva a legsikeresebbek voltunk. Ennek a határon átnyúló együttműködési programnak a realizálásában. Kassa megye területéről minden kiíráshoz körülbelül 100 projekt volt beadva. Ez természetesen nem lehetett úgy, hogy van a kiírás, akkor írjuk a projekteket. Ez éveken át mindig előkészített, beleépítve minden szükséges tervdokumentációba, mert csak így lehet sikeres projekteket készíteni. Mekkora összegről lehet szó? A nyertes számról lehetne, mekkora összeg, mekkora eurót nyerhettek? A 100 beadott projektból kiírásonként általában 30-35 mindig nyert, és nem voltak ezek olyan semmiről szóló projektek. Tényleg ennek a vidéknek, a megye déli részének és a szomszédos megyék északi részének a szükségleteiből kiindulva, építve mindig erre a gyönyörű múltra, amit itt találunk, és építve a lehetőségekre ennek az alapján. Úgyhogy ez a projekt is, a mai is, csak így jöhetett össze. Nagyon hosszú közös gondolkodás előzte meg, hogy egy ilyen projekt megszülessen. 56-60 millió euró jött be ebbe a térségbe, lebontva prioritásokba, azt hiszem, hogy a legtöbb ebbe a turizmus fejlesztési részbe, ebbe mindig nagyon sok projektünk volt, és ami fontos, hogy mindnek volt egy lelke, amire ezeket a projekteket fel tudtuk építeni, vagy ilyen, hogy híres családok innét származók, vagy valami híres termék, úgyhogy mindig volt mire építeni, ez egy gyönyörű része az egész megyének, és én csak szeretném hinni, hogy az elkövetkező időszakban is ilyen aktív emberekre találunk, akik ezeket a projekteket kidolgozzák, odaépítik be a prioritások, ahová be kell, megyei tervezési dokumentációba, mindenbe is, mind a két állam aktívan fog hozzáállni a határon átnyúló együttműködés fejlesztéséhez, és mindenki prioritásként fogja ezt kezelni, mert ezek leszakadt vidékek,
ezeknek a leszakadt vidékeknek, ez az, én mindig azt mondom, az ötödik dimenzió a fejlődés útján. Értékeljük úgy, ne azt mondjuk, hogy ez egy rossz dolog, hogy határmenti vidék vagyunk. Ez egy jó dolog, és a jó dolog abba, hogy együtt ki tudjuk használni a lehetőségeket, és ez nagyobb erő, mintha csak önmagunk fogunk ezen elgondolkozni. A királyelmeci konferencián előadások zajlottak Bodrog köz épített örökségeiről, a kulturális turizmus lehetőségeiről, a határokon átnyúló együttműködés további konkrét formáiról, az Európai Unió 2014-2020-as magyar-szlovák együttműködési program lehetőségei tükrében. Folytatjuk az Engem is érint című közös magazint. Most Euró-régió címmel válogatást láthatnak a három televízió legfontosabb tudósításaiból rövid hírek formájában. Humenom sa znova zišli všetci tí, pre ktorých pomoc druhým nie je cudzia. Občianske združenie Pomáhame si tu už po niekoľkýkrát zorganizovalo Trh dobrého srdca. Športová hala v Humennom aj tento raz ožila detským smiechom. Po predchádzajúcich pozitívnych ohlasoch sa občianske združenie Pomáhame si rozhodlo akciu s charitatívnym podtónom zopakovať. Naše občianske združenie už zorganizovalo, teraz je to druhýkrát, tento Trh dobrého srdca. A prvýkrát sa stretol so značným záujmom, takže sme sa rozhodli v tom pokračovať ďalej. Takže aj tento Trh dobrého srdca je zameraný na to, aby sa ľudia, ktorí nemajú také finančné možnosti, mohli prísť a nájsť si tu veci, ktoré potom môžu využiť. A zase tí, ktorí majú nejaké veci po deťoch, po rodičoch, vlastne svoje, ktoré už vyrástli, môžu tu tie veci doniesť, takisto aj tie hračky a potom ich vlastne dávame tým, ktorí to potrebujú. Bohatým sprievodným programom podujatia bol pestrý a všestranne orientovaný program pre všetky deti, o ktorý sa postaral skúsený animátor. No ja to pripravujem už 11 rokov, takže v podstate už len vyberám z klobúka, čo sa mi hodí a ani nie je tak náročné zostaviť ten program, ako ho potom realizovať a tak, aby deti boli spokojné. A samozrejme aj rodičia, lebo to je taká cenzúra. Prinesli sme túto úžasnú pavučí tunel, ktorý vypletieme a deti cez neho budú prechádzať. Prinesol som nejaké kúžele, z ktorých robíme dráhy, deti sa môžu v podstate istým spôsobom realizovať, či už ako bežci, alebo ako lezúni. Máme tu ďalej elektronickú bránku, do ktorej môžu strieľať, je to obodované, to sme už aj vyhodnocovali. No a keď sa rozhľadnete, tak potom sú tu ďalej, je tu nafukovací hrad, sú tu trampolíny, je tu toho naozaj veľa. Okrem spomínaných atrakcií bol medzi deťmi znova veľký záujem o maľovanie na tvár. Väčšinou si dávajú kresliť kvetinky na ruky a hlavne dievčatá tu chodia, keď zaujímajú tie farby. Čo všetko si najmenší počas popoludňa vyskúšali, sme zisťovali aj medzi nimi. Ja som si vyskúšal skakací hrad, trampolínu a som si zobral aj balón, aj futbal som tu hral. A čo sa ti najviac páčilo? Skakací trampolína. Mám tiež skakačku, trampolínu a futbal. Mám trampolínu, kolbežky, bežanie. Občianske združenie však popri zábave pre najmenších nezabúda ani na seniorov. V rámci svojich aktivít už zorganizovalo niekoľko výletov určených práve pre nich. My sme už zorganizovali zo pár výletov. Boli to výlety na Zemplínsku Šíravu do Termálparku. Bol to výlet k dreným kostolíkom, pretože si myslíme, že v prvom rade treba spoznať nielen ďaleké kraje, ale aj tu blízke naše okolie. A stretli sme sa s obrovským záujmom. Najbližšie budúci týždeň sa chystáme urobiť opäť výlet na termálne kúpalisko na Šíravu. Plus ďalej plánujeme výlet na Vinianský hrad. Chceme zorganizovať tokajskú vinnú cestu spojenú s ochutnávkou tradičných slovenských vín. No a potom uvidím, ako záujem je veľký, takže koľko nám bude tých fyzických síl stačiť, tak budeme sa snažiť to všetko zorganizovať, aby boli všetci spokojní. Trh dobrého srdca bol aj tentokrát vďaka sprievodným akciám zárukou kvalitnej zábavy pre všetky deti. Sumeného, Lenka Ondilová.
kráľovskom Chomči sa uskutočnila otváracia konferencia k projektu Dialóg múzeí. Konferenciu usporiadalo Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia a projektovými partnermi je mesto Kráľovský Chlmec a maďarské mesto Cigánd. Hlavným cieľom tohto projektu je skvalitnenie služieb múzeí v týchto dvoch mestách. V Kráľovskom Chlmci prejde rekonštrukciou múzeum Jozefa Majláta, ktoré je pamiatkovo chránené. Jednotlivé tematické muzeálne obsahy by mali byť spracované čo najmodernejšie. Prvou tematikou bude stála výstava regulácie prítokov hornej Tisy. Ďalšou tematikou je, tematika sa nachádza v pivnici, v suteréne. Tam chceme dokončiť výstavu Kráľovsko-chelmeckého vinohradníckeho rajónu. V západnom krídle sa budú nachádzať obslužné miestnosti technickej infraštruktúry. V podkroví sa majú zriadiť prednáškové miestnosti a v podkroví východného krídla majú byť administratívne priestory. Čo ešte chceme? V západnom krídle si zriadiť študovňu a pamätnú izbu významných kultúrnych dejateľov Medzibodrožia. Cigánd faluközpontjának jellegzetessége az, hogy az épületek a... Centrum Cigándu je tam dedinské múzeum a toto múzeum je jedna z budov na hlavnej ceste v meste. V tomto projekte k tomu obecnému múzeu chcú pristaviť hospodárske budovy, chlievy a napríklad aj strážnu vežu. Chcú ešte vytvoriť aj také trhovisko, kryté aj nekryté. Chcú zachovať to, čo zostalo zachované. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie konkurencie schopných služieb, výstavba moderných výstavných sieň a v neposlednom rade má prilákať do týchto regiónov viac turistov, ktorých zaujíma poznávanie kultúrneho dedičstva. Projekt sa nazýva Dialóg múzeí HUSK 2014 a to spoločne so mestom Cigándom a Kráľovskom Chlmci sa to uskutoční. My ako cezhraničný partner sme dostali výšku vyše 550 000 eur projektu. Z toho mesto má 303 000 eur a ako Kultúrne centrum Medzibodrožia Použia 2100 eur. Medzibodrožie je územie riek, nachádza sa tu významná fauna a flóra a vinné pivnice. Vytvorením nových expozícií sa vytvorí nový produkt cestovného ruchu, ktorý dokáže turistom ponúknuť viac informácií o tomto zabudnutom regióne. Projekt Dialóg múzeí je realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce Maďarskej a Slovenskej republiky a prebiehať by mal počas najbližšieho roka. Pre televíziu Zemplín Anna Činčárová. 2. júlový týždeň sa v Múzeu a kultúrnom centre Južného Zemplína v Trebišove uskutočnila vernisáž výstavy akademického maliara Miroslava Radeva. Samotná výstava Moje umenie hovorí o osobitnom precítení umelcovej nekopírovateľnej tvorbe. Svojimi expresionistickými obrazmi v hrejivých farbách pán Miroslav Radev rozjasnil galériu, najväčšiu výstavnú sieň múzea. Typickou črtou autorových obrazov sú žlté a oranžovo-červené tóny farieb, ktoré pôsobia optimisticky a upokojujúco. To sú všetko témy, ktoré zažíva každý jeden človek. Skôr sú to také psychologické kategórie, dá sa povedať metafóry, ktorým vypovedám svoje zážitky behom svojho života. To je niečo ako báseň. Báseň ani nesprostredkováva informácie, ale emócie. Okrem venovaniu sa maľbe, Miroslav Radev pôsobí pedagogicky v Ivanke pri Dunaji. Spolu s autorom výstavy navštívila Trebišovský kaštieľ aj známa slovenská herečka a maliarová manželka Táňa Radeva. Pani Radeva je rodená zemplínčanka a na svoj kraj nedá dopustiť. Na stretnutie s ňou prišlo mnoho Trebišovčanov. Navštevníci múzea sa mohli s uznávanou herečkou porozprávať na besede po vernisáži výstavy. O tom, že herečka Zemplín Činčanov doslova miluje, svedčí aj odkaz, ktorý im úprimne a zo srdca posiela. Vážte si sami seba, ľudí okolo seba, vážte si, keď ste zdraví, vážte, keď si dokážete sa ešte usmievať, máte niekoho blízkeho pri sebe, ľúbiť sa, ľúbiť prírodu, vesmír. Ľúbim vás. Všetkých pozdravujem, východňarov, ja, vaša Táňa Radeva. Červeňačka.
8 országból 82 gyermek részvételével zajlott a 8 ország egy nemzet című tábor Sátoraljaújhelyben. A város önkormányzata Európai Uniós, kormányzati és vállalkozói támogatásból szervezi immár 10 éve e nagyszabású eseményt. A rendezvény célja azóta változatlan, a határokon átnyúló emberek közötti kapcsolatok erősítése. A Király Helmeci Speciális Alapiskola pedagógusaival vette fel a kapcsolatot a Sátoraljaújhelyi Deákúti Általános Iskola. Az együttműködés célja a tapasztalatcsere speciális szak- és gyógypedagógiai területeken. A pedagógusok június óta már kétszer találkoztak és ismerkedtek egymás munkájával. Bemutatták Sátoraljaújhelyben Kárpát-medence örökségturisztikai atlaszát. E különleges, hiánypótló alkotás Kárpát-medence épített örökségét mutatja be úgy, hogy hasznos utitársa lehet a turistáknak. A Sátoraljaújhelyi Szlovák Iskola tehetséges diákjai mutatkoztak be a színházban az intézmény kulturális gálaműsorán. A rendezvényen a két tannyelvű intézmény diák színjátszó köre is bemutatta azokat a színdarabokat, amelyekkel Szlovákiában országos versenyen sikeresen szerepeltek. A zempléni kovácsvágás önkormányzata az idén 120 embert foglalkoztat kormányzati támogatással. Ezzel megszűnt a munkanélküliség e hegyközi településen. A közmunkaprogramban szabadtéri színpad, parkoló épült, kerítéseket festettek, kilátót építenek, s rendben tartják a település köztereit, utcáit. Az idén is átadták az Évborász a Tokajhegy alján címet. 18 esztendeje minden évben egy 88 tagú, szőlészekből és borászokból álló zsűri dönti el, hogy kit illet meg ez a legmagasabb szakmai díj. Az idén Mészáros László, a disznókő birtokigazgatója vehette át a díjat Tokajban. Tizenöt éve szervezik a piaristák a Kárpát-medencei magyar tanárok és diákok táborát Sátoraljaújhelyben. Az idén 70 településről 450 diák érkezett e nemzetközi találkozóra. A rendezvény célja a határokon átnyúló együttműködés segítése. Nagyszabású koncerttel vette kezdetét Sárospatakon, Zemplén legnagyobb komoly zenei fesztiválja. 23 éve mindig augusztus első felében rendezik meg a 10 napos eseményt. 19 tokajhegyaljai településen az idén több mint 50 komoly zenei program várta az érdeklődőket a nemzetközi és országos hírű előadókkal és zenekarokkal. Több mint 1 millió euró Európai Uniós támogatással megépült Zemplénben, Mikóháza határában a régóta várt záportározó. Az itt folyó Bozsva és a Sátoraljaújhelyben található Ronyvapatak nagy esőzések idején sok gondot okoztak a térségben. Most ezzel a beruházással megszűnt az árvízveszély. A tározóhoz pihenőparkot és madármegfigyelőt is építettek. A magyar népi kultúra sokszínűségével, régi mesterségek alapjaival ismerkedhettek meg a külhoni gyerekek a Szabolcs megyei Tuzséron. A Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábort 16 éve rendezik meg határon túli fiataloknak. A 10 napos táborban a gyerekek saját tájegységüket is bemutatták, dalban, táncban, versben. Folytatjuk a műsort, kedves nézőink! Az emberek közötti együttműködésről szól a következő blokkunk. Szlovákiából egy nagyszabású eseményről küldtek összefoglalót kollégáink. Birkózó világbajnokság zajlott a szlovákiai Zemplén egyik gyönyörű településén, Homonnán. Ezen természetesen ott voltak Ukrajnából és Magyarországról is versenyzők. Nézzük e nem mindennapi vetélkedés legszebb pillanatait.
Je utorok 15. júla 7 hodín večer. Na zimnom štadióne v Humennom práve odštartovali majstrovstva sveta v zápasení. Otvárací ceremoniál športového podujatia svetovej úrovne patril účastníkom i fanúšikom tohto športu. Po úvodnom klipe sa štadión roztancoval v polhodinovom kultúrnom programe. Po ňom symbolicky predstavili súťažiacich z 50 krajín sveta. Slovenská hymna odzniela netradične v ľudových krojoch v podaní miestnej mužskej speváckej skupiny Rusinia. Sedemsto mladých zápasníkov z celého sveta bude o 30 medailových kolekcií bojovať až do nedele. Súťažia kadeti a kadetky do 17 rokov v grécko-rímskom a voľnom štýle. Majstrovstvá sveta v zápasení sa konajú na Slovensku poprvýkrát. Kandidátku na organizáciu tohto veľkolepého športového podujatia podala aj lotyšská metropola Riga. Uspela napokon Snina v spolupráci s mestom Humenné. Myslím si, že to je správna voľba, lebo aj to východné Slovensko si zaslúži takúto veľkolepú akciu. Veci a udalosti, ktoré sa udievajú, si myslím, že toto je absolútna výnimočnosť. Myslím si, že dnes si to ani celkom ešte neuvedomujeme, čo sa udialo alebo čo sa deje, pretože hovorím, že je to minimálne storočná záležitosť. Ja si myslím, že dnes do Humenného prišiel skoro celý svet a verím, že Humenné spolu so Sninou pôjde skoro do celého sveta a to je veľmi dôležité. Ja si myslím, že netreba sa ničoho báť, že je veľká myšlienka malé mesto. Ale treba ísť a ľuďom ukázať, že tu sú ľudia šikovní, naozaj sú pracovití, vedia tieto myšlienky dotiahnuť do konca. Zápasnícky klub Vihorlat v Snine má dlhoročnú tradíciu a dlhý zoznam úspechov a víťazstiev. Stal sa hlavným organizátorom šampionátu pod záštitou Medzinárodnej zápasníckej organizácie FILA. Asi taký vrchol nášho zápasenia, ktorý sme dosiahli, jak zápasnícky klub Vihorlat v Snine a i mesto Snina je v spolupráci s mestom Humenné. Teším sa na to, že vlastne sa nám to podarilo dotiahnuť tu a že práve tu môžu zapasiť aj slovenskí zápasníci okrem ďalších 48 krajín. S najvyšším počtom zápasníkov prišla do Humenného výprava z Bulharska až 72 ľudí. Naopak len jedného zápasníka vyslala Argentína, Belgicko a Honduras. Bojovať o medailu bude aj 16 slovenských reprezentantov, z toho 5 členov Sninského zápasníckeho klubu. Kvalifikačné a finálové stretnutia prebiehajú na Humenskom zimnom štadióne. Nedaleká mestská športová hala slúži športovcom na tréningy. Vstup na všetky zápasy je voľný. Z Humenného Iveta Buraľová. Az emberek közötti határokon átnyúló kapcsolatok szép példája a Zemplén Televízió és a Szlovák Szepsi Városi Televízió együttműködése. A két média évek óta működik együtt, egyrészt műsorcsere formájában, másrészt jó fél éve egy közös műsor készítésében, mely a Kitekintő címet viseli. Ez a közös magazin havi rendszeressége jelenik meg mindkét televízióban, mindig azonos időpontban, közös arculattal. Nemrégen a Zemplén Televízió stábja meglátogatta a Szepsi Televízióban dolgozó kollégákat tapasztalatcsere és a további együttműködés szélesítése érdekében. Több mint fél éve minden hónap utolsó szombatján jelentkezik ezzel a Szignállal a Kitekintő című műsorunk. A Visegrádi Alap által támogatott hírösszefoglaló különlegessége, hogy a felvidéki Szepsi Városi Televízió által készített híranyagokat is láthatják benne nézőink. A szlovák, illetve magyar feliratozással készülő híranyagokat kollégáink, illetve a Szepsiben dolgozó felvidéki televíziósok munkáiból szerkesztjük össze. A közelmúltban látogatást tettünk felvidéki magyar kollégáinknál, megnéztük, hol készülnek anyagaik, személyesen megismerkedtünk azokkal a munkatársakkal, akik a háttérben dolgozva segítik a közös munkát. Az anyagok kiválogatásán túl arra kell odafigyelnünk, ugye, hogy megfelelő minőségben tudjuk átküldeni az anyagokat, megfelelő formátumban,
illetve olyan anyagokat, amelyek ugye le vannak fordítva, illetve feliratozva, vagy elkészítjük a feliratokat a Zemplén Televízió munkatársainak, hogy ők egyszerűbben meg tudják ezt oldani. Kétnyelvűek vagytok, vagy ebben kaptok segítséget? A Szepsi Városi Televízió eleve két nyelven sugároz. Sugárzunk magyarul is, ugyanúgy szlovákul is 50-50%-ban, és a Zemplén TV-nek, hogyha szlovák anyagról van szó, akkor a magyar feliratokat készítjük el. Nem feliratozzuk, de elkészítjük a fordítást, van külső munkatársunk, aki ezt be tudja biztosítani, és ugyanúgy a magyar anyagokat szlovákra tudjuk fordítani. A Szepsi Városi Televízió 1991-ben alakult. A Szlovákiában működő városi televízió között az első helyi médiumok között van. A máig magyar jellegű városban a televízió is kétnyelvű. A magyar műsorokat feliratozzák, illetve vannak magyar nyelvű adások. A televízió munkatársai nem csupán a helyi eseményekről tudósítanak, Kassától Eperjesig széles körben mutatják be a felvidéki városokban történt eseményeket. Ami a várost illeti, ez egy ilyen kicsi mezőváros volt mindig, jó iparral. Ezt tönkretette a impériumváltás 1920-ban. Elveszítették a természetes, úgymond kereskedelmi célállomásaikat az itteni kereskedők, mert elsősorban lefelé, Tokaj felé kereskedtek, Miskolc felé. A város igazi fénykorát talán a borkereskedelem kiteljesedésében élte, hiszen az itteniek szekeres gazdák voltak, és a Tokaj hegyaljai borkereskedőknek szállították a termékeiket észak felé, lengyelországi területek felé, és a vasúti szállítás megjelenésével ez az iparág, úgymond a szekeresek iparága teljesen lehanyatlott. De a dicső múltról tanúskodnak azok a kétszintes, esetenként háromszintes régi pincék is, amik a bor tárolására szolgáltak, és tulajdonképpen Szepsi a föld alatt sokkal nagyobb volt, mint a föld felett. A 10.000, 11.000 lakosból mintegy 2.000 a cigánság, ők háromnyelvűek, szinte mindegyikük beszéli a cigány nyelvet, a szlovák és a magyar nyelvet. Ami a kulturális életet illeti, van egy helyi művelődési központunk és egy regionális művelődési központunk. Mind a kettő áldásos tevékenységet fejt ki, mind a város, illetve a környéken is. Rendszeresen, heti, havi rendszerességgel vannak tényleg olyan színvonalas rendezvények, író-olvasó találkozók, színházi estek, előadások, bármilyen úgymond kulturális rendezvények, amik megszólítják mind a magyar, mind a szlovák lakosságot, de még mindig a magyar lakosság azt át urbánusabbak, az, akik jobban látogatják ezeket a rendezvényeket. Tehát hiába próbál a művelődési központ úgymond kiegyensúlyozottan szervezni, a magyar rendezvények talán egy kicsit előnyt élveznek. Van három általános iskolánk, ebből az egyik magyar, van egy speciális, tehát egy kisegítő iskolánk, ahol egy kicsit szellemileg, vagy nehezebb felfogású gyerekek, tehát szellemileg, vagy fogyatékosok járnak. Ez is kétnyelvű. Van három középiskolánk, tehát egy mezőgazdasági, illetve egy ilyen gépészeti, közlekedési. Aztán van egy szlovák gimnázium, illetve a magyar általánossal össze van vonva egy kicsit vagy nagy gondokkal küszködő magyar gimnáziumunk. A szlovák televízió magyar nyelvű adásain túl tudósításaikkal gyakran találkozhatunk a magyar és a Duna televízió műsorai között. A Zemplén televíziónak küldött híranyagaikban is számos felvidéki város, település élete, eseményei és problémái jelennek meg. Próbáljuk összeválogatni azokat az anyagokat, amiket továbbítunk Magyarország felé, hogy az közérdekű anyag legyen. Mert a legtöbb anyagunk be kell vallani az elsősorban a helyiekhez, a helyieknek szól, és a helyiekről szól. De azért persze vannak olyan anyagok, amik egy szélesebb régiót érintenek meg, vagy nagyon érdekesek, közérdekűek, színesek,
mondjuk turisztikai jellegűek, amiket szinte Magyarország bármely területén, hogyha leadna egy regionális vagy egy közszolgálati televízió is, az érdekelhetne a nézőket. Tehát így próbáljuk összeválogatni őket. A Zemplén Televízióban nem ez az egyetlen határon átnyúló filmes program. Televíziónk évek óta sikeresen pályázik olyan együttműködésekkel, amelyek a határ másik oldalán dolgozó televíziókkal közös munkát támogat. Szlovák, ukrán partnereink adásait hétről hétre bemutatjuk. A kitekintő célja, hogy a tőlük alig 100 kilométerre élő magyar és szlovák emberek mindennapjait és életét mutassuk be, emelte ki a Zemplén Televízió igazgatója. Nem csak a turisztikai látványosságok bemutatása és ennek kölcsönös cseréje, hanem az emberek és emberek közötti kapcsolatépítés, ami talán tartalmasabbá tesz egy együttműködést, mint sem, hogy a világ másik végén teljesen idegen tájakon, teljesen idegen emberekkel tartsunk kapcsolatot. A Visegrádi Alap által támogatott hírműsort ebben a formában december végéig láthatják nálunk nézőink minden hónap utolsó szombatján, de egymás érdekes és izgalmas filmalkotásainak kölcsönös bemutatása továbbra is megmarad a két televízió között. A Barangolás című rovattal folytatjuk a műsort. Elsőként a felvidéki Kalnarosztok a település nagyszabású társadalmi, kulturális eseményéről láthatnak összefoglalót. Az eseményt a település vezetése szervezi már évek óta. Ennek célja a faluból elszármazottak számára találkozási lehetőséget biztosítani annak érdekében, hogy megvitassák ki, milyen módon tud segíteni a település kulturális értékeinek megőrzésében, az épített örökség, a természeti környezet megóvásában, egy szóval mindenben, ami hozzájárulhat a település fejlődéséhez, megismertetéséhez. Obci Kalnarosztok asi pripomínali 460. výročie prvej písomnej zmienky. Jeho súčasťou bol aj 6. ročník stretnutia rodákov obce. Tradíciu stretnutí rodákov založil súčasný starosta obce Ladislav Hakulin. Odkedy som starosta, 2006. roka som nastúpil do funkcie, a som vždy predstavu mal, že by stretnutie našich ľudí sa stretávali niekedy na odpustoch, keďže my sme taká obec, že máme 4 kostoly, 2 cintoriny, lebo v roku 1877 dve obce sa zlúčili dokopy a tvoria Kalnú Roztoku a máme 4 odpusty, tak ľudia sa veľmi malo stretávajú na týchto. Stretávajú sa, ale malo množstve. Tak som vymyslel, že budem robiť každý rok stretnutie rodákov obce Kalná Roztoka. Medzi hostiami sme stretli rodákov, ktorí odišli z obce ešte pred desiatkami rokov a práve takéto stretnutia im umožňujú sa pravidelne do svojho rodiska vracať. Ja som rodák z Kalnej Roztoky, z časti Roztoka. Z obce som preč od 14 rokov. Momentálne mám 71. Vítam stretnutie. Som druhýkrát na takom stretnutie rodákov. Ja som rodák z Kalnej Roztoky a odtiaľ som odišiel už v 52. roku ako decko. Od tejto doby ja som sa sem už nevrácal, pretože vtedy neboli vytvorené podmienky. Teším sa to, že stretávam tu ešte predovšetkým mojich konškolákov, dokonca ľudí, ktorých absolútne už neviem identifikovať, ale ma to teší, že oni poznajú mňa. A to je taký dobrý pocit, že viem, kam patrím. A stále v tom pocite žijem. Ja hovorím všade, keď sa ma niekto pýta, odkiaľ pochádzam, tak začínam hovoriť s tým, že tam, kde sú tri rieky. A je to pravda, pretože vlastne tu sa zlievajú tejto časti dokonca tri také podpočiky. Ja som to tedy vnímal ako rieky. Takže dávam taký pocit, že asi pochádzam z veľkého mesta. Lebo všade tri rieky nie sú. Ale pochádzam z takej krásnej, razovitej dedinky. Tohto ročné stretnutie rodákov bolo spojené s oslavami 460. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti obec plaketov ocenila viacerých obyvateľov za kultúrny či duchovný rozvoj obce. Medzi ocenenými bol aj duchovný otec Pavel Sirotňák, ktorý sa významným dielom pričinil o záchranu chrámov v obci.
Aj keď som tu veľmi krátko, dá sa povedať, 3 roky nie je nejaká dlhá doba, ale napriek tomu môžem povedať, že práve aj tú cenu, ktorá mi dnešný deň bola udelená práve za ten duchovný prínos a opravu chrámov práve vo filiálke Kalna Roztoka, je pre mňa znamená to, že nie je to iba dielo moje, že ja som sám čosi urobil, ale stále ak človek chce čosi dosiahnuť a urobiť, potrebuje pomoc aj druhých ľudí a práve táto pomoc a zásluha aj týchto veriacich, týchto obyvateľov tejto obce, grécko-katolíkov, je práve týmto odzrkadlením tohto diela, ktoré sa za takýto krátky čas podarilo urobiť. Oslavy v obci po celý čas obohacoval aj pestrý kultúrny program v podobe vystúpení detí z materskej a základnej školy Skalnej Roztoky, speváckých skupín či folklórnych súborov. Na záver pre všetkých rodákov pripájame želanie starostu. Našim občanom chcú hlavne zaželať veľa zdravia, šťastia, bohatstva, lásky, že by sa radi mali a že by si vážili túto nádhernú krajinu, lebo jak je perše pred chvíľou hovoril, sa stretávajú tu ľudia zo Ščech, zo Zlohovca, z Nového Mesta, z Košic, Prešova a vždy spomínajú na svoje rodisko. Aby jem chotil, že by tota tradícia ostala, že by ten každý druhý rok, či už po mne príde starosta druhý, že by to zachová tradíciu, toto stretávanie rodákov našej obci. Vďaka starostovi obce aj 6. ročník stretnutia rodákov splnil svoj zámer. Opäť sa mu podarilo spojiť krajanov, ktorí sa sem aj po rokoch radi vracajú. Z Kalnej Roztoky, Lenka Ondilová. Kedves nézőink, műsorunk befejező részében egy zempléni sváb település Hercegkút egyedülálló értékét, a világörökségi címet elnyert pincesort mutatjuk be. Ez a pincerendszer része a Tokaj-hegyaljai világörökségi kultúrtájnak, mely a történelmi borvidék szőlőültetvényeit, a szőlészettel, borászattal összefüggő építményeit, turisztikai nevezetességeit foglalja magába Tokajtól Sárospatakon át Sátoraljaújhelyig. E kultúrtáj 27 települést foglal magába. Hercegkút is ezek közé tartozik, ahol több száz éves pincékben érlelődik a Tokaji. Ezt a pincerendszert Európai Uniós támogatással nemrégiben újították fel. Gyönyörködjünk most a barangolásunk következő állomásán a hercegkúti boros pincékben. Föld alatti barangolásunk következő állomása a világörökségi hercegkúti pincerendszer. 260 évvel ezelőtt a betelepült svábok építették ezeket, a több sorban egymás fölött elhelyezkedő pincéket a Gomboshegyen és a Kőporoson. Több mint 200 pince van itt, és még ma is bővül e föld alatti világ. A idősek, ősök elmondása szerint 261 évvel ezelőtt, mikor őseink, az első betelepülők ide érkeztek a mai település területére, egy erdős bozótos vidékre érkeztek, és az első két telet itt, a Gomboshegy észak-északnyugati részébe vált pincelakásokban töltötték. Ezeket a lakásokat, ezeket a pincelakásokat később bor érlelése, bor tárolására használták. Több mint 10 évig voltam Hercegkút polgármestere, és ez alatt az idő alatt az egyik legnagyobb esemény az volt, amikor 2002-ben a Gomboshegyi és a Kőporosi pincesor a világörökség része lett. Ezt az eseményt akkor meg is ünnepeltük, az itteni emberek nagyon büszkék erre a címre, és azt figyeltem meg, hogy attól az időtől kezdve még jobban szívügyüknek tekintették a pincesorok rendbetételét, egyáltalán az egész borászkodást, a minőségi borok előállítására való törekvés szempontjából. Ezek az emeletes pincesorok egyedülállóak a tokai borvidéken, és természetesen világörökségi védelem alatt állnak. Erre és őseikre nagyon büszkék e német nemzetiségi település lakói. Gyakorlatilag minden házhoz tartozott valamikor régen egy pince is. Ez már többnyire megváltozott, de helyek közel még a mai napig így van. Nálunk is az a helyzet, hogy az én családom révén van egy pince a Kőporosi pincesoron, illetve a feleségem családja révén van a birtokunkban most jelenleg ez a pince is. Itt a Gomboshegyi pincesoron 3 pincével rendelkezünk.
az első pincénk, amiben asszú érlelés történik, a másikba vendéget fogadunk, ott egy 60 főt tudunk fogadni. Ezek nagyon kiváló pincék, jó a asszú szempontjából, nagyon jó az érlelés, nagyon hideg pincék, egy 9 fokosak ezek. A harmadik pincébe ott hordós, fúr, mint hárslevelű minőségű borokat érlelünk. Ők nagyapám kezdte ezt annak idején a rokonsággal. Ugye itt Hercegúton jellemző, hogy egy torokrésszel 2-3 ág, nagyon ritka, hogy egy tulajdonos és egy ággal ilyen hátra, ez is ugyanúgy van. Ez a pince 50 méter hosszú, nekünk lédikboraink vannak, hordós boraink, hordóban érlelt. Tölgyfa hordóban, zempléni tölgyben érleljük őket. Tudnélik, a világon egyedülálló tölgy az, aminek a utóíze kihozza ezt a vaníliás ízt a borba. Nekem a Kőprosan van 2 pincém, a régi pince, ami mióta, hát 1900 éves elejét a család öröksége, az a pince. Az az érelő pincém, 2009-ben építettem egy kóstoló pincét, ami egy teljesen új pince. Ugyan meg van hagyva a régi pince, maga a bortároló része, amivel kóstolni lehet borokat. Na, megpróbáltuk a feleségemmel úgy kialakítani ezt a pincét, hogy vendégfogadásra alkalmas legyen, illetve, hogyha valaki ide betér, akkor egy olyan élményekben gazdag dologgal térjen meg a lakóhelye felé, ami emlékezetes lesz, hogy itt járt. Megpróbáltuk úgy kialakítani a pincét, hogy mindenki jól érezze magát, aki ide lejön, tágas legyen, ne legyen egy szűk benyomás, hogyha valaki lejön. Az igaz, hogy egy kis pinceág, ami volt, eleve egy régi, hagyományos, klasszikus hercegúti pincéből kezdődött ez a pince kialakítás, és hát ez lett belőle. A hercegúti pincék egyik legújabb csodája a Dercó pince. Impozáns belső tere, a tokai bor történetét ábrázoló színes, festett üvegdíszítései, a kitűnő borok igazi attrakciót jelentenek Dercó István pincéjében, ahol az építési vállalkozó szívesen látja a betérő vendégeket. Kedves nézőink, véget ért a mai Engem is érint című magyar-ukrán-szlovák közös magazin műsor 4. része. A műsort a jövő héten megismételjük. Ezzel a magazinnal befejeződött az egy éve zajló közösen televíziók határok nélkül műsorfolyam. Az elmúlt 12 hónapban 30 közös adást láthattak a Zemplén Televízió vezető partnerségével, az ukrán Tiszaegy Televízió és a szlovák első kapcsolatfelvételi központ közreműködésével. Az eddigi teljes programot a www.közösen-televíziók.eu internetes honlapon láthatják. Én most köszönöm figyelmüket az együttműködő partnerek nevében, akik elkötelezettek a folytatásban. Erre újabb sikeres pályázat esetén várhatóan jövő tavasszal kerülhet sor. Addig is igyekszünk majd egymás műsorait kölcsönösen megmutatni, mindhárom médiában. Ezzel elköszönök Önöktől, s nézzék továbbra is a www.közösen-televíziók.eu internetes honlapot, ahol mindig lesznek új információk a határokon átnyúló programokról. Viszontlátásra!